Nem hagyjuk, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg a háború árát. Megvédjük a rezsicsökkentést. Ízlelgessük ezt a két mondatot, aztán vesézzük ki egy kicsit alaposabban. Kezdjük azzal, hogy eleve nem is lenne szükség rezsicsökkentésre, hogyha Magyarország jelenleg nem a nyugati multik gyarmataként működne a kormány jóvoltából. Azt azonban látnunk kell, hogy a mindenkori magyar kormánynak sosem volt érdeke, hogy a magyar társadalom, elsősorban a középosztály önerőből saját lábon meg tudjon állni. Nekik milliónyi kiszolgáltatott emberre van szükségük, akik az állam jóvoltától és nagylelkűségétől függenek. Ennek ékes bizonyítéka, amit a közelmúltban tapasztaltunk, a kata szétverése. Végre valahára, vagy talán a véletlennek köszönhetően sikerült hozniuk egy olyan vállalkozási formát, amelyet nem folyt meg a bürokrácia, amelyet nem tesz tönkre az adózási rendszer, amely átlátható, könnyen elindítható, és elképesztő segítség minden kezdővállalkozónak és minden olyan embernek, akinek alacsony az éves jövedelme. Igen ám, viszont ennek az őszemszögből volt egy nagyon nagy hátránya. Ha mindenki egyéni vállalkozó lesz, mégis ki fog a szalag mellé állni a multiknak termelni. Így is már akkor az égető munkaerőhiány, hogy harmadik világbelieket kell importálni annak érdekében, hogy a termelés zavartalanul folyjon, amivel ugye kettős célt is elérnek, hiszen az import vendégmunkásoknak köszönhetően a béreket is mesterségesen lent tudják tartani. Jól látható tehát, hogy az orbáni koncepcióban még az általuk is idegen fajonként számon tartott népcsoportokat sokkal inkább előnyben részesítik, mint a magyar emberek és a magyar dolgozók bérkiegészítését és megfelelő tisztességes fizetését. Az persze kár lenne tagadni vagy elvitatni, hogy valóban voltak visszaélések a katával. De kik éltek ezzel vissza? Nem az egyszerű magyar emberek, hanem legfőképpen az olyan nagyvállalatok és óriás cégek, akiknek degradál bármiféle adót befizetni a magyar államnak. Ők voltak azok, akik az alkalmazottaikat katázásra kényszerítették. Ezt egyébként a kormány nagyon jól látta, és teljesen tudta, egyetlen egy jogszabálymódosítással orvosolhatta volna a problémát. Ők azonban, mint egy igazi, neoliberális gazdaságpolitikát folytató párt, sohasem vetemednének arra, hogy olyan adókat, szabályozásokat vagy szankciókat szabjanak ki a nyugati multikra, amit aztán nem háríthatnak át az alkalmazottakra vagy a vásárlókra. Éppen ezért történhetett, hogy ezen a pár óriás cégre hivatkozva 400 ezer ember megélhetését lehetetlenítették el egyik hónapról a másikra. Számukra Orbán egy cinikus vigyorral mindössze annyit üzent, hogy vissza lehet menni a munkaerőpiacra. Ez egyébként már a fideszesek körében is igen kínossá vált rövid időn belül, így igyekeztek ők is valamennyire finomítani az állásponton, és azzal magyarázták ezt az egészet, hogy voltak éppen azért volt szükség a kata kivégzésére, mivel üres az államkassa. Noha azt véletlenül sem ismerték volna el, hogy ez részben a felelőtlen pénzszórásnak köszönhető, fogták mindenre, csak az elhibázott lezáráspolitikára nem, vagy az elhibázott árbefagyasztásokra, illetve a multiknak nyújtott támogatásokra. De jó, tegyük fel, higgyük el, hogy üres az államkassa, hogy be kell hajtani a pénzeket. De akkor kérdezzük meg, hogy lehet az, hogy a kata kivégzésével egy időben 14 milliárd forinttal támogatták a Mercedest? Hogy lehet az, hogy arra vállalkoztak, hogy idén megrendezzük Európa legnagyobb, legdrágább tűzijátékát augusztus 20-án? Miért van az, hogy elzárkóznak a globális multicégek megadóztatása elől? Miért nem hajlandóak a tech-kóriások adótartozásait behajtani? És miért éppen most kellett 680 ezer forinttal megemelni a miniszterek fizetését? Ha valóban üres az államkassa, akkor miért csak a kisvállalkozókat? Miért csak az átlag magyar embereket kell szivatni és ellehetetleníteni? Én sokkal inkább úgy látom, hogy a Fidesz programja másról szól. Kata helyett Mercedes, kisvállalkozások helyett szalagmunkások. Már látom is magam előtt az hatalmas óriás plakátkampányt. Ne vállalkozz fiatal, vár a gyár! Jelentkezz most, mielőtt elveszi a megélhetésedet egy általunk beimportált indiai. És amikor a felháborodás már kellő méreteket öltött, akkor a kamerák elé lépett a Fidesz két lábon járó élő gőgjei cinizmus, a Parag László. Kezén 12 millió forintos órával oktatta ki az embereket. És megdöbbenve tapasztalva azt nyilatkozta, hogy egyszerűen nem érti, hogy miért nem tüntetnek a kormány mellett a dolgozók tömegei, hogy megköszönjék, hogy végre visszaállították az igazságos adórendszert. Most emelkedjünk felül azon, hogy Parag László szerint az ő híveiknek az utcára vonulva kéne tapsolniuk 400 ezer ember megélhetésének az ellehetetlenítését. De azt vajon tényleg véresen komolyan gondolják, hogy a mai érvényben lévő egykulcsos adórendszer igazságos?
Szerintük tényleg rendben van az, hogy az európai szinten is kiemelkedő 27%-os általános áfával rendelkező országban még a fizetésünk 30-40%-át is lenyúlja az állam? Az ő szemszögükben ez az igazságos adózás. És hogy ez számokban mennyit jelent? 2019-ben a fogyasztáshoz kapcsolt adóbevételekből a kormánybevétele 4500 milliárd forint volt. Csak összehasonlításképpen 2023-ban már 9000 milliárddal számolnak. Ebből 7000 csak az áfa. Ezt mind-mind rajtunk akarják behajtani. Úgy, hogy ezzel szemben a milliárdokkal kitömött multiknál még a 10%-os globális minimumadót is elvetik. Hiszen cinikusan megint csak arra hivatkoznak, hogy ők egy olyan kormány, amely nem támogatja a magas adózást, amely nem az adóemelésben, hanem az adó csökkentésben érdekelt. Abban az esetben, hogyha a multikról van szó. Bezzeg, hogyha a társadalmunk kell behúzni és ellehetetleníteni a megélhetését, akkor már mindjárt érdekeltek az adóemelésekben. De nem baj, ne vállalkozzunk, termeljünk, cserébe van nekünk rezsicsökkentés, igaz? Nem ezt ígérték a választások előtt? Nem ettől harsogott az a fideszes propaganda? Meg a megmondó embereik fizetett hirdetésekben? Hogy ha Orbán Viktor győz, már előre elintézte, 3-4 évre megvan az olcsó gáz. Meg lesz a hazánk gáz ellátása, teljesen mindegy, hogy alakulnak a piaci árak, itt az ellátás biztosított. Aztán a negyedik kétharmad után kiderült, hogy most már hirtelen fontosak lettek a piaci árak. Most már hirtelen nincs elegendő gáz mindenkinek. Most már kellenek rezsimegszorítások. Az az igazság, hogy úgy tűnik, hogy a kormány megint csak átverte teljes magyar társadalmat is, elsősorban a saját híveit. És sajnos pontosan az történt, amit megjósoltam még a választások előtt. Hogy teljesen mindegy, hogy a bal vagy a jobb liberális párt kerül kormányra, Magyarország és a magyar nép mindenképpen veszít. És hiába hazudja nekünk a kormány, hogy a rezsicsökkentés megmaradt, és hogy a családok háromnegyede továbbra is élvezheti majd ennek a kiváltságait és az olcsó energiát. A Fidesznél hitelesebb források és kimutatások szerint alsó hangon 4-4,5 millió magyar ember esik ki a rezsicsökkentésből, és lesz áldozata a rezsimegszorításoknak. 4-4,5 millió ember került egyik pillanatról a másikra a létminimum alá. És ezek nem a belpesti liberálisok lesznek. Nem a medencéjüket fűtő új gazdagok. És végképp nem az áramtolvajok a mély igénytelen sorokból. A legnagyobb vesztesei a kormány szigorításainak és a kormány megszorításainak a vidéki, főleg kertesházban élő magyarok. Azok a magyar családok, akiknek nincs pénze korszerű szigetelésre, akik nem engedhetik meg maguknak a milliós beruházásokból a napelemesítést. Azok a kis nyugdíjasok, akik már most is alig jönnek ki a bérükből, vagy a nyugdíjukból. Ők lesznek ennek az igazi elszenvedői. Vegyünk minket Békés megyéjeket. Mennyi itt a valódi átlag fizetés? Nettó 160-200 ezer forint? Velünk mi lesz, amikor megkapjuk az első 200 ezeres gázszámlát? Minden hónap elején el kell majd döntenünk, hogy most fázni vagy éhezni szeretnénk? Mert bizony a 700-800 és még ki tudja, hány száz forintos kenyérárak mellett lassan már a kenyér is luxusciknek fog számítani, nemhogy a fűtés. És ugye a balliberálisok ezt szeretik azzal magyarázni, hogy mindez azért történik, mert a kormány szeret lopni, meg még többet lopni. Mi azért próbáljunk egy átlag balliberálisnál komplexebben gondolkodni, és kicsit ásunk a dolgok mögé. Ez esetben viszont igen érdekes összefüggéseket találhatunk. Remélem, hogy itt a jelenlévők közül sokaknak ismerős már Klaus Schwab neve. Akinek esetleg nem lenne az, annak annyit szeretnék röviden többen elmondani, hogy ő a Világgazdasági Fórumnak az elnöke, az új világrend építőinek az egyik előretort reklámfigurája és a nagy újraindítás megalkotója. Hozzá köthető a következő idézet, amit a Határok és nemzetek nélküli kevert fajú új Európára dolgozott ki, ami röviden így szól. Nem lesz semmid, és boldog leszel. És hogy ez magyar vonatkozásban miért fontos? Mert ahogy azt Torockai László egy videójában nagyon jól feltárta és bemutatta, a mi Orbán Viktorunk nem csak soros ösztöndíjas volt, de a 90-es években ennél a Klaus Schwabnál tanult. Az úgynevezett Holnap Globális Vezetői nevű program keretében, ahol a jövő nagy tehetségeit kioktatták, hogy hogy fog kinézni az új Európa, és hogy milyen rendszert kell majd építeniük. És ez mennyire nem egy gittegylet volt. Annak csak két példa, hogy itt tanult Emmanuel Macron és Angela Merkel is. Úgyhogy gondolhatjuk, hogy a világvezetői és európai vezetői milyen irányba visznek bennünket, hogy ezen szellemiség mentén tanultak. Tehát nem lesz semmid és boldog leszel, mondta a mester. Orbán a tanítvány pedig éppen most semmizi ki a magyarokat.
rétegről rétegre haladva, szalámi taktikát alkalmazva pont úgy, ahogy azt kommunista elődeitől tanulta annó. Mert az új világrendben nincs szükség magántulajdonra. Ott nincs szükség erős, öntudatos középosztályra. De legfőképpen büszke, fehér európai emberekre nincs szükség. És itt fonódnak össze igazán a szálak. Ezért árasztanak el minket harmadik világbeli népcsoportokkal. Ezért kivételezik a jog mindenféle kisebbségekkel a magyar többséggel szemben. Ezért lehetetlenítik el a magyar vállalkozásokat. És ezért teszik tönkre a magyar középosztályt. A folyamat a szemünk előtt zajlik, és csak is rajtunk múlik, hogy beletörődünk, közönösen szemlélünk, vagy pedig ellenszegülünk. Mi a harcot választjuk, fel a győzelemre!